Fennállása során először lett női vízilabda magyar bajnok az UVSE Centrál csapata, amely 5 meccses fináléban múlta felül a Szentest, így az OB1 aranyát is a kupa győzelem mellé teheti a szezonban. Hiányérzet legfeljebb az Euroliga 4-es döntője miatt lehet a maximalista Ács Bertalan edzőben, aki most remeklő játékosai közül Kistrági Hannával jött el hozzánk. Hát aranyérmet ünneplünk, jó reggelt kívánok, szervusztok, gratulálok! És hát Berci, kezdjük ott, hogy valahogy volt egy ilyen számisztika is a végében, ahogy néztem, hogy 5. meccs, 5-ször szereztek a szentesiek vezetést, 5-5 után ti robbantottatok, és akkor utána viszont már elhúzva, tartva, növelve őriztétek azt az előnyt 10-7-ig, az aranypillanatig, az zárásig, de ha azt az egész folyamatot nézed, ez a mérkőzés mennyire volt idegörlő számodra? Nagyon izgalmas volt mind az 5 mérkőzés, de természetesen mindig a mindent eldöntő döntő a legizgalmasabb, hiszen ennek volt ugye a legnagyobb tétje, és itt már tudták a lányok, hogy itt már nincs hibázási lehetőségük. A második negyed közepéig fejfej mellett haladt a két csapat, utána mi zsinórba lőttünk 6 gólt, amit már a Szentes nem tudott behozni, és ennek köszönhetően a végjátékban mi lettünk a bajnokok. Az 5-5 után egy ilyen helyzetben te mit mondtál és mit mondhatsz a csapatodnak? Kell ilyenkor neked kiabálni, szóval mi a módszered? Én folyamatosan nyugtattam a csapatot, hiszen ők nem kiabál, nem kellőképpen fel voltak vértezve, fel voltak pörögve erre a mérkőzésre, de úgy igazán nem nagyon hallottak engem, mert akkora volt a hangzavar, mert nagyon sokan voltak innen a mérkőzésen, hogy nem hallhattak igazán. Uh-huh. Na most Anna, azt nézzük meg, hogy belülről melyik volt, nem azt mondom, hogy fizikailag a legfárasztóbb, hanem inkább a legidegörlőbb mérkőzés ebben a sorozatban. Szerintem biztos, hogy az első mérkőzés, mert ugye ott 5 méteresekkel sikerült nyernünk. Hát azt eléggé durván indítottátok. Igen, az egy nagyon nehéz meccs volt. Ugye döntetlenre hozták a végét, a negyedik negyed végét, pedig vezettünk azt hiszem 3 góllal is. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz mérkőzés volt, de viszont a legfárasztóbb fizikálisan az az 5. volt, mert fizikálisan az 5. előttünk volt. Idegileg az első, szóval szépen keretezve volt akkor ez a bajnoki döntő. Beszéljéként előzetesen ti hogyan adtátok az esélyeket a címvédő meg a trónkövetelő kupa győztes jelesül közöttetek? Egymás között mi volt az... Nyilván nyerni akartatok, ez volt az ambíció a szezon elején, de hogy láttátok az esélyeket? Mindkét csapat sokat erősített a nyár folyamán. Ugye hozzánk érkezett 5 válogatott játékos, míg a Szenteshez 3 kiemelkedő szintén válogatott játékos. Egy döntőben nincs favorit szerintem, ott a pillanatnyi forma dönt, illetve nekünk kedvező volt az, hogy a középszakaszt mi nyertük meg, és így mi birtokoltuk a pályaelőnyt, és ez mérvadó volt ugye az 5. mérkőzésen, hogy hazai pályán tudtunk játszani. Hát igen, ezért volt annyira idegörlő az elején az a büntetős, hogy mi van, hogy ott a pályaelőny nem jön össze, nem tudjátok megtartani, de hát az ott sikerült. Ki lehet egyáltalán találni ilyenkor, ha van, amikor van két csapat, amelyik egész évben találkozik, gyűri egymást, ismeri egymást, nagy riválisok, szóval, hogy valami újat mérkőzésről mérkőzésre taktikailag egymással szemben találni. Rengeteg mérkőzést játszottunk az év folyamán, szerintem legalább 8-at, és ugyanennyi edzőmeccset is, mert ugye velük készültünk például az Euroligára is. Úgyhogy ilyenkor már nagyon nehéz. Hát azokat a taktikai elemeket váltogattuk meccsenként, amiket évközben gyakoroltunk. Tehát már újat nagyon nem lehet kitalálni, de hál' Istennek így is sikerült. Ahogy utaltál, Berci, az utolsó meccsen is ott volt fergeteges hangulat, 1000 néző, és azt mondhatjuk, hogy ez a végletekig izgalmas és erős női bajnokság most már hosszabb távra is egy komoly érdeklődést teremtett, tehát sokat lendített a női póló ügyén? Mit gondolsz? Abszolút mondhatjuk. Én maximálisan elégedett vagyok a mi szurkolótáborunkkal. Hosszú idő után újra láthattunk újpesti szimpatizánsokat az úszodában, valamint görög tüzet is, amit én még a hajós alfelű úszodában nem láttam. Mind az 5 mérkőzés nagyon izgalmas volt. Szentesen is, nálunk is telt ház volt, abszolút megtelt az úszoda. És ez szerintem mindenképpen nagy reklám érték a női vízilabdának.
Anna, a bajnoki címen túl, ha a közösséget, meg a szakmai munkát, meg a fejlődési lehetőséget nézzük, akkor mennyire érte meg csatlakozni ehhez a csapathoz? Hát abszolút megérte. Én ugye már Bercivel régebben is dolgoztam együtt, tehát tudtam, hogy abszolút megéri. Ugye tavaly még nem volt ennyire erős a csapatunk, ugye fiatalokkal volt tele. Nekem most jelenleg ez a második évem, és hát nagyon jól is érzem magam, mert egy nagyon jó társaságba kerültem, és egy nagyon jó csapatban. Hát akkor csak így tovább az a elgondolásod, igaz? Igen, bajnoki imád címvédőként. Berci, melyik volt a bajnokságban az a pillanat, vagy az a szakasz, ahol azt érezted, hogy az elvárásait szerint kezd összeállni a csapat, hogy most már olyan formában van, hogy mondjuk a finálé elérése nagyon nagy gondot nem okozhat? Mérkőzésre formálódott a csapatunk. A Magyar Kupa győzelem az nagyon nagy lökést adott nekünk. Azt mondom, hogy igazán a legjobban az utolsó mérkőzésen játszottunk. Ott jött ki mindenkiből szerintem a maximális teljesítmény. Hanna, melyik volt egyébként, ha az egész évet veszük, szerinted a legjobb meccsetek? Hát nekem is az utolsó lenne. Tehát ez volt a legjobb meccs, hogyha úgy veszük, igaz? Szerintem nagyon jó teljesítményt nyújtott mindenki, és tényleg kihoztuk magunkból a maximumot. Azt mondom, hogy ez, meg nyilván ez a legutolsó élmény, a Magyar Kupa döntő is egy óriási élmény volt, ott is nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, de mindenképp az utolsóra voksolnék. Na most, amikor megvolt a bajnoki cím, akkor te részletesen megköszönted ezt a stábodon kívül azoknak az embereknek, akik ezt a klubot építik, és ezt az anyagi hátteret biztosítják az UVS-e mögött. Azt most már mondhatjuk, hogy az anyagiak okán hosszabb távon is egy ütőképes és erős klubbal meg csapattal lehet számolni? Nagyon bízom benne, igen, hogy a jövőben is ugyanilyen feltételek mellett fogunk dolgozni. A hátteret az UVS elnöksége, vezetősége biztosítsa számunkra. Külön kiemelném Lovas Péter elnök urat, valamint Mecseki Attilát és Herzka Andrást, akik egész évben minden mérkőzésen velünk voltak. Ha már a férfiaknál olyan gyakori téma szokott lenni a játékvezetés, a bíráskodás. Ugye ezt a mindent eldöntő döntőt is a Molnár Papeszék vezették. Ti ezt hogyan láttátok ebbe az évbe a női pólóba, a bíráskodás színvonalát? Van-e ok panaszra? Szerintem semmi probléma nem volt egész évben a bíráskodással. Nyilván ez nem az én feladatom eldönteni. De játékosként neked te nem vagy telve panaszol egyáltalán. Egyáltalán nem, és én ezzel a témával nem is szoktam foglalkozni. Tehát én általában meccs előtt nem tudom, hogy ki a két játékvezető, mert én játszok, ők pedig vezetik a játékot. Hát a női bajnokságok az nem olyan kurrens téma, mint a férfiaknál szokott lenni. Hogyan alakul ez a csapat és a keret jövőre, Berci? Kell-e még erősíteni? Most ugye tettem egy utalást az Euroligára, ott is nagyon nagy célokkal indultatok el, ott voltatok a végén. Gondolom jövőre még jobb eredményt szeretnétek elérni. Jövőre szeretnénk megőrizni ugye a bajnoki címünket, megvédeni, illetve a Magyar Kupa elsőségünket. És hogyha kellőképpen tudunk erősödni, akkor szeretnénk tovább menni az Euróligában is. Na, és fogtok kellőképpen erősödni? Először is szeretném megtartani, együtt tartani a csapatot. A tárgyalások jelenleg is folynak, konkrétumot még nem tudok mondani, egy-két hét múlva leszek én is. Egy-két hét múlva lesz kész a keret. Ez a döntőben érdekelt két csapat, ugye 10 játékost ad Merész András VB keretében, 6-an az UVS-éből. Hát nem lesz igazán vakáció, igaz? Hát nem valószínű, inkább a VB után, de nyilván... Most már indul is jövő héten a felkészülés. Indul is jövő héten. Szerintem inkább várjuk, tehát nem vakációzni vágyunk, hanem szeretnénk kijutni a világbajnokságra, és ott is megmutatni, hogy mit tudunk. Majd utána ráérünk vakációzni, igen. Mondjuk még egy éremmel, vagy UVS és éremmel. Így van. Az pedig ugye az arany szokott lenni ebben a szezonban. Hát még egyszer gratulálok nektek, és hát akkor jó munkát világbajnokság előtt, Berci, meg hát ugye a csapatépítéshez. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.